a filmes klub vendégeként megismerkedhetünk azzal az operatőrrel, aki magyar filmesként először készített filmet a Föld második legnagyobb hegycsúcsáról, a Chimborazóról. Beszélgetünk a sámánok világáról, hitről, emberi kapcsolatokról, bizalomról. Nádorfi Lajos, operatőr. Érettség után Balatonbogláról felkerül Budapestre, ahol a Magyar Televízióban díszletmunkásként kezd el dolgozni. Többszöri próbálkozás után felvételt nyer a Színház és Filmművészeti Főiskola operatőri szakára. A magyar operatőrök közül első, aki elkísérve egy hegymászó csoportot, 6310 méter magasságban készít felvételeket. Számtalan rendezővel dolgozik, különböző műfajú produkciókban. Igazán otthon a dokumentum és ismeretterjesztő filmek világában érzi magát. 2019-ben megkapja a Balázs Béla díjat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat a filmes klubunkban. Ez egy filmes klub. Ez egy filmes klub. És néz ki, bár az ott nem filmkamera. Igen, itt van filmkamera és meg filmvetítő. Ez nagyon szimpatikus nekem. Én még celluloidon nőttem fel. Akkor ismerősek. Ezek nem, mert nem ilyen vékony, én 16-os filmen nevelkedtem. Utána néztem az életrajzodnak. Bár mi 20-valahány éve ismerjük egymást, azért sok minden olyan dologot találtam, amit én nem tudtam rólad. Ajjaj. Például, hogy te Balatonbogláron a kertészeti szakközépiskolába végeztél. Ez így igaz. Szoktál kertészkedni? Nem. És akkor hogy jutottál el Budapestre a Magyar Televízióhoz? Hát ez természetes. Az én oskolámat ott Bogláron úgy hívták, hogy faiskola, gyümölcstermelő és faiskola kezelő szakközépiskola. Hát az természetes, hogy a faiskolából ugye a filmművészeti főiskolára. Ez logikus, nem? De hát azért ez egy kicsit göröngyösebb volt, mert közben volt 10 év televízió, mert hát azért elsőre nem vettek fel, engem 10 évvel később vettek fel, mint kellett volna, de lehet, hogy így a jobb, mert még így is elég éretlen voltam. De neked ez egy tudatos döntés volt, hogy te most mindenáron operatőr akartál lenni? A dolog az úgy kezdődött, hogy én az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jelentkeztem magyar-orosz szakra, mert én úgy gondoltam, hogy ez kell ahhoz, hogy én nyelvész legyek, mert én szerettem volna nyelvész lenni. És akkor az történt, hogy létszám felettinek nyilvánítottak, és nem. Megvolt a pontszámom, de nem vettek fel. Aztán megtudtam, hogy pedagógus szülőkkel ez nem olyan könnyű. El kellett volna menni valami fizikai munkásnak. Szóval a dolog lényege az, hogy szerencsére nem vettek fel az ELTE-re, viszont az osztályfőnököm férje, akit a szüleim tanítottak Bogláron annak idején, el tudta intézni, hogy az ő unokatestvére világosító volt a televízióba. Aztán ilyen bonyolult úton, módon, de engem bejuttattak a Magyar Televízióba. Mert az én osztályfőnököm úgy gondolta, hogy az én képességeim azok afelé tendálnak. És akkor én másfél évig bűnés voltam, tehát díszítő, és akkor történt az, hogy amikor a fárt kocsit tologattam a kamerával, meg az operatőrrel, na akkor már erősen úgy éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Arról nem is beszélve, hogy én akkor már fényképeztem. Amikor megszülettem, akkor a nagypapám, aki kántor tanító volt és festőművész, a születésem pillanatában, mivel hogy első unokája fiú lett, ezért ő egy ilyen harmonikás
fényképezőgépet, egy Voigtländer típusú fényképezőgépet ajándékozott nekem. Úgyhogy én 57-ben, tehát 6 éves koromban kezdtem el fényképezni. És az nekem nagyon tetszett. Szóval akkor én már fényképeztem, de akkor még nem tudtam, hogy operatőr akarok lenni, de amikor már tologattam a fártkocsit, akkor már egyre inkább tudtam, úgyhogy a Magyar Televízió első segédoperatőr tanfolyamára beiratkoztam, és azt elvégeztem, és utána segédoperatőr lettem. Hát aztán akkoriban a mi korosztályunk ilyen nagyon-nagyon őrült segédoperatőr társaság volt, munka közben is állandóan azzal villogtunk, hogy ki a Pudovkin operatőre, hogy a Golovnya, és szóval mindenkiről tudtuk, hogy a nagy rendezőknek az operatőreit, meg ki milyen filmet csinált, ezeket állandóan ezekről beszéltünk, és hát jártunk a főiskolára felvételizni, aztán volt, akit felvettek, de többen voltunk, akiket nem, és aztán egyszer csak jött az értesítés, hogy felvételt nyert. Hát az egy boldogság volt, mert abban az időben az, hogy színház és filmművészeti főiskola, és hogy operatőrnek lehet, az nekünk a mennyeknek országa volt. Hát azért gondolj bele, hogy nekünk ott voltak a nagy példák, a Zsigmond Vili, a Kovács Laci, akik ugye Oscar-díjas amerikai operatőrök lettek, meg a Ragály Elemér, hát nekem ő volt a fő csúcs, szegény most halt meg. Óriási veszteség. Én még akkor jártam a főiskolára, amikor Illés Gyuri bácsi volt a tanszékvezető. És az Illésféle iskola, hát az világszám. Úgyhogy én arra nagyon-nagyon büszke vagyok. Már csak azért is, mert az én vizsgafilmnél Illés papi mindig külön gratulált. És az nekem nagy segítség volt ahhoz, hogy tudtam, hogy jó irányba megyek. Tehát operatőr lettél, és utána magaslatokba törtél rögtön. Szóval a nagy magasságok. Hát a helyzet az, hogy 1981-ben történt az, hogy az első magyar Andok expedíció, hegymászó expedíció fölkért arra, hogy csináljak filmet az ő expedíciójuk útjáról. Miért kért föl? Te olyan körökben mozogtál? 81 májusában történt, hogy Ásványok és kőzetek világa címmel a Nagyszakállú Nagy Gyuri rendezésében csináltunk egy iskolatelevíziós oktatófilmet, és ennek a filmnek a műsorvezetője geológus barátom dr. Pogácsás György volt, és az volt a rendezői utasítás, hogy Pilisben, Oszolytetőn, ahol egy ilyen, tudom én, 80 méteres függőleges sziklafal van, hogy a sziklafalban valahol nagy magasságban kötélen lógva, oda rögzítve ugye magunkat, a műsorvezető a geológus kalapáccsal kopácsolja a sziklát, és a kvarc kristály, amit megtalál, azt ott a tenyerébe mutatja a kamerának, tehát a kedves nézőnek, és az volt a rendezői utasítás, hogy ezt úgy fotografáljam le, hogy a tenyere mögött ott látszódjon a jaj Istenem, mert olyan mocskosul magasan voltunk, hogy nekem már ott ériszonyom volt,
hogy ott lenéztünk, és valahol ott lent volt a falu, de az olyan messze volt, és olyan mélyen, hogy hú. Na szóval megcsáltam ezt a felvételt, és akkor a két hegymászó haver, aki ott fönt volt a csúcson, és kötéllel biztosított minket, a Gyurival, leengedtek a földszintre, letettem a kamerát, ez alatt a Gyuri fölmászott a függőleges sziklafalon, mert hát ő tudta ezeket. És akkor így összevigyorogtak a hegymászók, és egymásra nézve, és leszóltak nekem, hogy másszak föl én is. Ha ne ijeskedjetek már, mint pókafalon, hogy nem tudok én ilyet. És akkor az egyik hegymászó srác leereszkedett, és akkor így mutatta, hogy hova fog, hova lép, hova teszi a lábát, tehát ilyen kis, pici kis repedésekbe, meg kiszögellésekbe. Én azt nem tudtam, hogy ezek így. Ott láttam először ilyet. És én meg lekottáztam ugye a fogásait, lépéseit, és fölmásztam. Hát, mikor fölértem, akkor azt mondják, hogy hát, hogy én milyen jól mozgok a sziklán, meg hogy ugye, hogy nincs tér, ne, hogy nincs tér, hogy már azt hittem, meghalok. Hogy bírom a magasság, a francokat. De, hogy nem volna-e kedvem egy Andok expedícióról filmet csinálni, mert hogy ősszel, ez volt májusban, hogy ők ősszel mennek Ecuadorba, az Andokba, és hát mondom, ez nem azon múlik, hogy van-e kedvem. Mondom, írjatok egy levelet a Nagy Rihárdnak, ő volt akkor a televízió elnöke, mert hogy ők felajánlották, hogy csak a útlevél kell, meg úti költség, meg kamera, meg nyersanyát, akkor még filmre dolgoztunk. A többit ők állják, tehát a kintartózkodás költségeit. Megírták a levelet, Nagy Rihárd valószínűleg szokás szerint jól be volt nyomva, mert aláírta. Húha, na most mi lesz? Hát így történt az előzménye a dolognak, így keveredtem én bele a hegymászó körökbe. Állati érdekes volt, mert hát az, hogy mindennek a csimboraszója, az a magyar népnyelvben ki tudja mióta benne van. De hogy a magyar nép honnét tudta azt, hogy a csimboraszó az a mindennek a teteje, ugye, a világ teteje, ezt a mai napig nem sikerült kiderítenem, még néprajzosokkal se sikerült ezt megfejteni, ezt a rejtélyt. Ugyanis az ekvádoriak azt mondják, hogy a csimboraszó az a világ teteje, mert hiszen, mivel közel van az egyenlítőhöz, és ugye a földanyácska az egyenlítőnél pocakos, ezért a föld középpontjától számítva a csimboraszó teteje az messzebb van, mint a Mont Everest. És ezért azt tartják a mindennek a tetejének. Na hát jó, hát akkor legyen. Szóval akkor 6310 méter magas volt a csimboraszó, és ezek megmászatták velem, hogy csináljak arról filmfelvételt, ahogy ők ott vannak a csúcson. Igen ám, de eközben az történt, hogy amikor 5000 méterről indultunk, 5000 méter magasságban van a Wimperház, Edward Wimperről, az első megmászóról elnevezett menedékház, ahol pár napot el kellett töltenünk, hogy hozzászokjunk a nagy magassághoz, és akkor ott Ugo megmutatta, ott volt a közelben egy kisebb jégfal, és megmutatta, hogy a hágóvassal, meg a jégcsákánnyal hogy kell fölmászni a függőleges jégfal. Hát, mint a tükör, érted? Mintha egy tükörön vagy egy ablakon másznál föl. És a Ugo biztosító kötelét a Györgyi tartotta, a felesége, aki már akkor pocaklakót hordott a pocakjában, és a pocaklakót ma úgy hívják, hogy Torres Dani, aki ugye híres zenész, énekes lett itt Magyarországon.
Múltkor beszélgettünk, és rákérdeztem arra, hogy hány rendezővel dolgoztál együtt. Kiszámoltad, nem? Kénytelen voltam, ez még akkor volt, amikor a Gály Oli csinált velem egy interjút a Soltész Rezső újságjába. És a Joli volt az, aki hát ő ugye, több operatőrrel is csinált ilyen portré riportot, és azt mondja, hogy hát mondjam meg, hogy hány rendezővel dolgoztam, hát mondom, ehhez kérek néhány nap türelmet, mert ezt meg kell számolni. Azt mondja, hogy, hát az operatőrök azok 4-5 rendezővel dolgoznak. Hát mondom, én egy kicsit többel dolgoztam, és akkor elkezdtem számolni. Akkor jutottam el 137-ig, ez azóta már szaporodott. Megfigyeltem egyébként, amikor együtt dolgoztunk, hogy amíg dolgozol, tehát amíg fölveszel, akkor ott vagy a kamera mögött, stabilan, mikor vége van, akkor rögtön kommunikálsz a riportalanyokkal, vagy a körbe levőkkel, tehát a felvétel közben te gondolom nagyon odafigyelsz, és nagyon sok minden megmarad benned, és azokra reagálsz is. Igen, ez jó meglátás. Ez főleg azért van, mert én olyan filmeket szeretek csinálni, amik hát egyrészt szólnak valamiről, és legtöbbször valamilyen ügyet szolgálnak. Hát veled is csupójat csináltunk. Hát. Diogenész az időszámítás előtti 5. században élt görög filozófus szimbóluma a film szereplőinek. Azoknak a hajléktalanoknak, akik értelmiségi létükből jutottak erre a sorsra. Diogenész írt is, és bár írásai nem maradtak meg, a róla szóló anekdóták egy fantasztikus embert varázsolnak elő. Közülük a legismertebb elmeséli, hogy más lakása nem lévén egy hordóban lakott, minden vagyona egy köpeny, amely nappal ruhája, éjjel takarója. Filmünk hősei életük során elvesztették lakásukat. Hordó sincs. Itt lakott? Igen. Mennyi ideig lakott? Hát körülbelül itt laktam egy ilyen 4 hónapig. 4 hónapig. És miért költözött ki? Hát elköltöztem innét, mert jött a hideg, és nem akartunk megfagyni a feleségemmel. És hol lakik? Hát most a táblásban itt van lehetőség. Mit van jelent ez a táblás? A táblás az egy ilyen hajléktalan szálló. Adnak lehetőséget, hogy majd lehet ott lakni állandó jelleggel. És lehet majd takarékoskodni, be kell fizetni X összeget minden hónapban. És hát ezt azzal a célral csinálják, hogy az emberek talpra tudjanak állni. Tehát, hogy ne az utcán lakjanak, hanem legyen majd lehetőség, hogy esetleg albilletbe költözzenek, vagy esetleg valami lakáshoz üssonak. Tehát ezért. Mi a foglalkozás? Én mérnök vagyok. Hol volt mérnök? Milyen? A szerszámgépre műveknél dolgoztam,
79-től 20 éven keresztül, addig még el nem adták a gyárat, és megszűnt a munka. Na most hát én próbálkoztam más állásokkal, hát most is majd remélem, hogy sikerül egy állást szereznem, most van egy ilyen vegyes vállalat, de hát nem tudom, hogy fölvesznek-e, mert a koromat már azt mondják, hogy már túl öreg vagyok. Hány éves? 52. Én a Magyar Televízió dolgozója vagyok, és jelmezkivitelezőként. De mivel most már nincsen film, így nincs is úgy állásunk. A Zsuzsévával dolgoztam, az első filmem a Névtelen vár volt. És kint voltam Csehszlovákiában, és forgattam a Tordai Terivel, Koncz Gáborral, Kelemen Évával, akkor Inke Lászlóval, Paperával, mindezek, akik szerepeltek a filmben, és mindenek felett Márkus Lászlóval. A Diogenész az abszolút ilyen volt, hogy az értelmiségi hajléktalanok ügyét kellett felkarolni, vagy az elvándorolt Alma Mater, ahol ugye a soproni 56-os események alakulását kellett bemutatni, mert ugye sok volt a téveszme ezzel kapcsolatosan. Vagy akár, ha azt nézzük, hogy a monarchia fürdőhelyeit végigjártuk, hát az is egy fontos ügy, a gyógyfürdőket bemutatni, azoknak a egészségre való hatását, hogy milyen régóta használja már az ember az egészsége helyreállítására a gyógyvizeket. Szóval ezek csupa olyan dolgok, amik ügyeket szolgál. Amennyit a fürdőkben gazdag magyar fővárosról írták. Hadd forgassa őket az idegen, akit Budapest fürdővárosi híre csábított. Igencsak érdekelte a török fürdők világa. Szinte divattá vált fellebbenteni a fájtlat a mesés keletről. A festőknek, regényíróknak gyakran szolgáltatott témát a háremek, fürdők, képzeletbeli élete. Ekkoriban kezdték építeni a budai fürdőket is, felhasználva mindazt, amit az elődök itt hagytak. Előtte mindig úgy vagy, mint egy utazó operatőr. Azért is kértem, hogy így gyere. Van ez a mellényed. Hátadon, vagy a válladon volt mindig a kamera, statívval, a hátadon meg egy hátizsák. Mit rejtett a hátizsák? Hát természetesen fényképezőgépeket, meg objektíveket, mert én munka közben azért, amikor csak lehetett, fotóztam is. Hát ez egyébként még Ekvádorban alakult ki, mert hát ott ugye nagyon korlátozott mennyiségű filmnyersanyagot kap. Mert amíg még filmre dolgoztunk, addig hát a drága filmnyersanyagból nem kaptunk olyan túl sokat. Nagyon be kellett osztani, nem lehetett mindent lefotografálni. És hát ott olyan csodákat láttam, hát Ekvádorban a benszülöttek kultúrája, és hát itt akkor ki kell térnem arra, hogy én elsősorban ismeretterjesztő filmeket szeretek csinálni. Csináltam játékfilm, tévéjátékot, mozifilmet is, de nekem a szívem csücske az az ismeretterjesztő dokumentumfilm, ha úgy tetszik. És azon túl, hogy a magyar hegymászók teljesítményét ugye dokumentáltam,
egy-egy hegyi program után azért elmentünk ide-oda, amoda Otavaló városába, ahol az Otavaló vásárban, az egy népművészeti vásár volt, hát csodák voltak, fantasztikusan gyönyörű emberek, és itt el kell, hogy mondjam, hogy nekem az is piszkálta a csőrömet, hogy azt mondják, hogy ezek indiánok. Hát bocsánatot kívánok. Az indien az egy angol szó, és az magyarul azt jelenti, hogy indiai ember. Na most India az egy másik földrész. Itt Dél-Amerikában vagyunk. Az, hogy Kolumbusz hiányzott a földrajzóráról, és azt hitte, hogy Indiában van, az nem jelenti azt, hogy nekünk ezt a téveszmét kell terjeszteni. Az ekvádori benszülöttek azt mondják, hogy ők indígenas, hogy ők benszülöttek. És az otavalóknak olyan fantasztikus népművészetük van, és olyan gyönyörű emberek. Nem csak a nők, a férfiak is nagyon szépek. Hogy muszáj volt őket fotózni, mert hát az nem lehet ott hagyni. Én nekem képet kell vinnem haza ezekről. Na, de ennek aztán lett is következménye, mert amikor Boglár Lajos professzornak megmutattam ezeket a fotókat, akkor ő rögtön azt mondta, hogy na, akkor most lépjek bele a néprajzi társaságba. A hitről mi a véleményed? Általában az emberek hitéről. Rudikám, a helyedben ebben nem mennék bele, mert ez aztán nagyon hosszú, mert ez abszolút szívem csücske téma. És hát egyrészt járva a világot, meg főleg a Vinkó Jóska annak idején, kifejezetten vallási ünnepek témájában küldött szana szét a világba. Buddha megvilágosodásának ünnepén forgattam Sri Lankán, például, vagy a San Antonio tűzünnep Spanyolországban, Kasztíliában. És még sorolhatnám, de hogyha hitre kérdezel rá, hát az meg az én számomra egy nagyon érdekes téma, mert egyrészt, ugye, ha jól emlékszem, Demokritosz mondta azt, hogy hit egyenlő nem tudás. Én meg nagyon kíváncsi ember vagyok, és én szeretek tudni, mindent megtudni. És amikor megtudtam, akkor jövök rá arra, hogy ha eddig elhittem volna azt, amit most már tudok, akkor már nem itt tartanék. Azért is kérdeztem a hitről, meg általában te elég sokat forgattál ilyen vallási témákba is. Igen. Ezotérikus témákba is, például a sámánokról, ugye? Hajjaj! Ez mit nyújtott neked a forgatás közben? Hát egyrészt az kialakított egy sajátos világképet, hogy sokféle vallásba kellett bele tanulmányoznom magam ahhoz, hogy ezekről filmet tudjak csinálni. Akkor kezdem azzal, a legvégével, hogy Jankovics Marcell rendezésében és műsorvezetésével csináltam egy végül is 10 részesre sikeredett sorozatot a Magyar Szentek és Boldogok címmel. Úgy tudom, hogy te inspiráltad őt, hogy csináljam egy. Hát igen, a történet azzal kezdődött, hogy a Marcinak nagyon tetszett a Nepomuki Szent János, mert hogy a Muki benne van a nevébe,
meg egy érdekes figura, meg a csehekkel közös szentünk, és megpályázta még az ORTT-nél, és egy kétrészes filmet csináltunk Nepomuki Szent Jánosról, ami nagyon érdekes lett, és nagyon-nagyon élveztük a forgatást is. És amikor kész lett a film, akkor mondom a Marcinak, hogy nem kéne a többi magyar szentet is földolgozni ismeretterjesztő, mert ez nem vallásos film volt, ez ismeretterjesztő szándékkal készült film, mert hogy akkor kiderült, hogy a magyar szentek azok valós történelmi személyiségek, általában árpádházi királyok, királylányok, királynők, ugye, és ráadásul a skócai Szent Margit az a skótokkal közö, ők most is nagyon nagy tiszteletbe tartják a királynőjüket, mert az is egy árpádházi hölgy volt. És akkor a Marci azt mondta, hogy bizony ezt jó lenne, de aztán utána folyton engem szidott, hogy most mennyi munkát kell neki ebbe belefetszölni, hogy ezt az ötletemet ő elfogadta, és aztán folyamatosan pályáztunk, és ráadásul az volt, hogy a tizedik rész kellős közepénél tartottunk, amikor Marci meghalt, és nekem kellett egyedül nélküle befejezni, ami egy lehetetlen feladat, de hát azért megcsináltam. A sámánok, mennyi időnk van rá? Mert az egy hétig körülbelül tudnék mesélni arról, hogy mi van a sámánokkal. Ugyanis a sámán, hát ugye ahhoz a magyar népnek is igencsak sok köze van, a magyar népléleknek. A sámán az a természetben élő népek tudósa. És hát az a helyzet, hogy amikor Hopál Mihály professzorral elmentünk Szibériába, és akkor még 92-ben, meg 96-ban, akkor még találtunk igazi valódi sámánokat, akik még nem 2000 dollárért turista műsort adtak, hanem valódi szertartásokat fotografálhattam. Hát az döbbenetes volt számomra, hogy a természetben élő népek számára a szellemvilág az ugyanolyan természetes, mint nekünk a kilincs vagy az evőkanál. Szóval ők a hétköznapi gyakorlatban használják a szellemvilágot, amiről mi európai kultúrán nevelkedett emberek el se hisszük, hogy létezik, de ők a legnagyobb természetességgel szó szerint használják a szellemek segítségét és a közreműködését kérik a hétköznapi életükbe. Se van nagy ide, ne? Nagy persze. Tokolant ez le. Mit álljunk, tokolant. Se, jött a tárnyú, jön gérni le. Csaj! Csaj, rosszunk le! Hát! Zsebeket veszünk le! Szállt is vesz! Kérsünk veszünk le! Kérsünk, persze, pár szent, kérteni, ott veszünk le! Két sok tárnyú, jön gérni le!
Ezek a nagy tekintélyű sámánok, nagy tudású sámánok, ezek sokáig be voltak tiltva, vagy az egyház miatt, vagy a kommunista, materialista, ateista szemlélet miatt kifejezetten üldözték, öngyilkosságba kergették, gulágra vitték a sámánokat, és kötelező feljelentési kötelezettség volt, hogy aki sámán szertartásról tudomást szerez, az jelentse be. És akkor, szóval ez valami borzasztó elmebaj volt, ezért aztán ők rejtőzködtek. Voltunk is a szibériai sztyeppén olyan erdőben, ahol az erdő mélyén volt a sámánfa, és az Arzsán, a szent forrás, ahol szertartást végzett egy sámán. Na most 92-ben az történt, és nekünk marha mázlink volt, mármint hogy Hopál Mihály professzor, meg én, meg a Aranyos Éva, a gyártásvezetőnk, hárman voltunk Jakutföldön, és hát ott 92 többen elkezdett újjászületni a sámánság, előbújtak rejtekükből, ugyanis az történt, hogy akkor volt egy olyan vezetője a Szovjetuniónak, szerintem a világ legnagyobb politikusa, akinek volt bátorsága, meg egyáltalán, hogy eszébe jutott felszabadítani a sámánságot. Törvénybe hozták, hogy innentől kezdve engedélyezve van a sámán szertartás. Ezt az urat úgy hívták, hogy Mihail Gorbacsov. Említetted, hogy te inkább az ismeretterjesztő dokumentumfilmeket szereted. Az ad valami szabadságot egy operatőrnek munka közben? Hát igen, mivel te is ilyeneket csinálsz, ezt nagyon jól tudod, hogy igen. És ehhez az is kell, hogy olyan rendezővel és olyan szerkesztővel kell dolgozni, aki ilyen szemléletű. Tehát vannak helyzetek, én ezért szeretek nagyon a Bérővész Lacival dolgozni, mert a bérővészféle dokumentarista iskola lényege az, hogy nem avatkozunk be. Ezt Hopál Mihály is mindig elmondja a néprajzi filmezésről, hogy azt nem szabad megrendezni. A bérővészféle iskola az azt jelenti, hogy a rendező olyan körülményeket, helyzeteket választ ki, majdnem azt mondtam, hogy terem, de legtöbb esetben a meglévőt választja ki, hogy egy ilyen esemény, vagy egy ilyen esemény sor alkalmat ad arra, hogy a valóságból a lényegest kiválasztva, természetesen megfelelő módon megkomponálva, és nem csak vizuálisan, hanem a történet folyamatát be lehessen sűríteni egy szűkebb időintervallumba, mert nem lehet egy busójárás, több órán keresztül történő busójárást végig beletenni egy filmbe, mert nem fér bele a műsoridőbe, meg elunná a néző. Térjünk vissza Magyarországra. Itt is van, itt is kellettek olyan helyzetek, ahol a bizalmat el kellett, hogy nyerjük együtt is. Például, amikor egy cigányiskolába forgattunk. A Dobroda partján. Hogy emlékszel erre vissza? Hú, nagyon jó volt. Arra emlékszem, hogy nagyon jó volt.
persze én bennem leginkább Bér Miklós püspök úr maradt meg, mert hihetetlen varázslatos személyiségű ember, aki ezt az iskolát létrehozta, és hogy egyáltalán, hogy lehetőséget adtak a cigány gyerekeknek a tanulásra, és az a fantasztikus eredmény, amit azok a pedagógusok a hit segítségével és a vallás segítségével tudtak hatni rájuk már, mint a cigány gyerekekre. És juttatták el őket oda, hogy nyugat-európai szállodákba lettek főszakácsok. Ami igazából nagyon megmaradt bennem, ahogy tartotta a szentmisét a püspök úr. Emlékszel, hogy tehát nem olyan merev dolog volt, hanem olyan mise közben kiszólt a gyerekekhez, tehát látszott, hogy ez egy olyan közösség, aminek ő is a része. Igen, hogy nem a rítus szabályaira koncentrált, hanem a lényegére, arra a szellemiségre, amit át akart adni. És nem kötötték a szigorú szabályok, keretek. Ez nekem is nagyon tetszett, hogy ő egy laza, lényegre törő ember volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ezt a filmet fogjuk beszélgetésünk után levetíteni. Remek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, amiket leste neked. Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is, gondolk és elhúsunk a vár. Két mutató lett a világ, egész világ ellenségünk, űzött tolva jobbként élünk, nem loptunk mi csak egy szöget, Jézus készülte nyelvét. Minden embernek tehetsége, szorgalma, képessége alapján joga van a boldoguláshoz, az életben való boldoguláshoz. Akkor is, hogyha hátrán szenved, akkor is, ha kudarc éri, akkor is, ha már úgy érzi, hogy nincs út, nincs felemelkedés, akkor is úgy érzem, hogy az iskola tárt kapukkal várja ezeket a diákokat. Én úgy érzem, hogy 1993-tól, amikor azt az iskolát életre hívták, nem változtak a társadalmi viszonyaink. Sajnos még a gondjaink, még a problémáink sem. Ugye a TSZ megszűntével az én munkahelyem is megszűnt. Itt dolgoztam, egyedül munkahelyem volt az IPTS területén. És ugye a rendszerváltás első évei voltak. Megkerestek a Kalott Népfőiskolai Mozgalom vezetői, Élükön Szabó József plébános úrral, aki itt a Karancskeszi plébánia plébánosa volt, hogy nem volna kedvem pedagógusként besegíteni nekik a pedagógiai feladatokkal. Hát én agrármérnök végzettségű vagyok. A Kalott vezérkar az vizsgáztatott engem, idézőjel vizsgáztatott, tehát úgy találta, hogy alkalmas leszek a leendő iskola vezetői posztjára, igazgatói posztjára. Igen ám, de kellett volna 15 millió forint körüli a Karaslapolytői épületkomplexum megvásárlására, és valahogy az nem gyűlt össze. És akkor jelentkeztem, hogy kérem, gyerünk Egyhálás Gergére a volt TSZ épületeibe, és akkor második évben, őszén, már szeptember, október, novemberre már le is költözött ide az iskola. Tehát a tanterem nem volt, csak két nagy terem, de elindult az élet, elindult a munka. Szerencsénkre, vagy a Jóisten segítségével a működési engedélyt már Karaslapújtőm, az a fél év után már megkapta az iskola.
és normatív támogatásban részesülhettünk. Elkezdtük az iskola építést fizikálisan is, konkrétan is, a maga valóságában. Lebontottuk az istállókat, épületanyagokat kipucoltuk, és minden héten, vagy minden két héten egy osztályteremet építettünk be. Hétvégeken tulajdonképpen folyt az oktatás is az alatt az idő alatt. Karácsonyra volt 8-10 osztályterem, igaz, még nem volt pad, ülő, szék, stb. De az is megoldódott, javasolta a Kalott Népfőiskola Szövetség vezetése is, hogy ha lehet, kérjük meg, hogy a fenntartó ezentúl ne a Kalott Népfőiskola Szövetség legyen, hanem a Vászi Egyházmegye püspöke vegye el. Keszthelyi Ferenc püspök atya lojális volt, segítőkész volt, átvette, kiadta az igazolást, és gyakorlatilag akkor már nem Kalott szakiskola, hanem Szent József katolikus szakiskola lettünk. Szent József nevet is ő adta, ő volt a keresztelő atya, a püspök atya, és gyakorlatilag elindulhatott a fejlődés útján ez az iskola. Tehát itt adott terület volt arra, hogy a mezőgazdasági ismereteket elkezdhessük egy kicsit részletesebben. Zöldséget termeltünk, gabonát termeltünk, varrás gépjeink voltak, varrógépjeink, a szakácsok itt voltak már 5-6 gáz tűzhelyjel. És a lényeg, hogy tavasztól kezdve egyszerűen az iskola népessége azt evett, amit főztünk magunknak. Itt leítünk második karácsonyán, vághattuk az első disznót. Takarítót sok hosszú éven keresztül, 5-10 évig nem látott az iskola, tehát úgymond főállású takarítót. A gyerekek végezték a takarítást. Nehezen ment, mert minden héten más-más csoport végezte a takarítást. Kritikus volt, muszáj elmondani, mert az életre nevelésnek a fontos tényező, a fürdőszobát, illetve a WC mellékhelyiségeket bizony nehezen akarózták kitakarítani. De szembesültek a problémával. Ők okozták tulajdonképpen azt, amit okozták, ki kellett nekik takarítani. Illetve néhány héten belül megszűnt a WC probléma is. Várj, ne hagyj egyedül, kérlek, ne hagyj egyedül, segíts Istenem. Várj, ne hagyj egyedül, kérlek, ne hagyj egyedül, segíts Istenem. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erről szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt és visszatért atyához. Atya már messzről meglátta és megesett rajta a szíve. Na, ki ismerte ezt a történetet? Jelentkezzen. Na nézzük csak, hogyha így mondom, hogy a tékozló fiú története, így már ismerősebb, ugye? Igazából Jézus Krisztus, amikor elmondja ezt a példabeszédet, mit gondoltok, hogy ez megtörtént? Így, ahogy elmondta? Na akkor tegyük fel a kezünket úgy, hogy ki az, aki szerint ez megtörtént? Tegye fel a kezét. Így bátrabbak vagytok, jól van. Ügyes. Na, ki az, aki szerint nem történt meg? Ez így, ahogy le van írva. Ti meg az okosabbak vagytok. Jó, tehát nem történt meg, így, ahogy elmondta az Úr Jézus, de
Nekik is igazuk volt, akik feltették a kezüket, hogy megtörtént, mert minden ember magának érzi ezt a történetet, mert minden ember valamilyen módon eltékozolt valamit. Kedves tanárnő, mi készül itt ma délelőtt, mik a feladatok? A mai feladat ugye nem sokára áprilisban lesz a színvizsga, és arra készítjük a vizsgatételeket. Hát lesz palóc, gulyás, sima gulyás, leves, francia rakott burgonya, pirítokmány hordóburgonyával, úgyhogy ezek így az összeállítás most jelen pillanatban. És most szorgoskodnak egy kis díszeken is, hogy szebbé tegyék az ételeket. Mind ma délelőtt? Igen. Ők hanyadikosok? Ők 11. osztályosok. Tehát jövőre fognak végezni? Jövőre végeznek, igen. Most szintvizsga lesz, és akkor ez már belépő a szakmunkás vizsgára majd. A szintvizsgán ki is lehet rostálódni, vagy pedig? Hát igen, akinek nem sikerül, megvan adva 3 óra a főzési idő, és akinek nem sikerül sajnos teljesíteni időn belül, meg hogy jó ízű legyen, az sajnos az elbukik. De remélem, hogy azért ők ügyesek is, kiállják a próbát. Amikor a hozzánk jelentkező gyerekek eredményeit nézzük. Egyrészt izgatottan várjuk, hogy minél többen legyenek. Aztán ez az izgalom és öröm, hogy jelentkeznek, aggodalomba is megy át, hiszen az eredmények nagyon szerények. Mind a matematika, mind a szövegértés, írásolvasás tekintetében. Ezért a tanári karnak rendkívül nagy feladata, szinte emberfeletti feladata van, hogy ezeket a lemaradásokat az oktatás nevelés területén, az otthonról hozott szociális hiányosságokat valahogy enyhítsük, lefaragjuk. Ezért fontos dolognak tartjuk a felzárkóztatást. -2 + 4. 2 forint adósság, 4 forint készpénz. Igen, az? 2. Tovább, Barbara. -1 + 4. Ti háttal is látom, hogy te következel. 1 + 4? 5. A -3-nál a függvény értéke illetve de pontosan, ez nagyon fontos. És tovább kell húzni. Írd rá, hogy ő az y4. Sikerült mindenkinek? Így van. És a cellák formázásában egy pontot tessék kiválasztani. Jó, fekér gomb. Megvan. Jó, akkor. Ha ez megvan, akkor az OK gombra tessék kattintani. És egy sima egyest fog látni. Az iskolánk szerény létszámú, az alapító okiratban 100 fő, 80-85, maximum 90 diák jár, ezért nem tudunk olyan több, sokféle szakmát indítani. Ez a 11. és bútorasztalos hívfolyamunk, ők a szintvizsgára készülnek, és a káva szerkezeteket gyakoroljuk, ami lehet akár egy fiókkáva, tehát egy konkrétan egy fiók. Amit most jelenleg csinálnak, az egy ilyen kis tároló dobozka lesz, amiben szét tudjuk majd válogatni a különböző kis alkatrészeket, csavarokat, ilyesmiket. Ezzel foglalkoznak, a szintvizsga feladat is ilyesmi lesz. Nekik még egy évük van, és akkor készülhetünk, tehát jövőre megyünk majd a szakmunkás vizsgára. Ha sikeres vizsgát tesznek, akkor bútorasztalos képesítést kapnak. Van köztük sok ügyes legény, ugye van nyilván, akivel többet kell foglalkozni, de mindenkin látszik a fejlődés. Mióta vannak kapcsolatban a Egyházas Gergelyi iskolában? Az Egyházas Gergelyi iskola, azt hiszem, amikor elkezdték a tevékenységüket már onnan az elejétől, és Itukával is, a tanulófejlésükkel is szinte napi kapcsolatban vagyunk, hiszen ezeket a gyerekeket oda-vissza alapon együtt próbáljuk
terelgetni a helyes szakmai útirányában. Vannak köztük nagyon ügyes, szorgalmas gyerekek, megéri a fáradtságot foglalkozni velük. Meg lehet becsülni, hogy nagyjából hány gyerek fordult meg itt a 20 évben? Körülbelül. Hát, nagyon sok, több száz. Látjuk, hogy van rá igény, és külföldön is nagyon szívesen viszik a mi tanulóinkat és a felszabadultakat már, akik már szakmunkások is, és megállják őket. Kimegyünk Ausztriába, sípályákra, de még Olaszországba is, majdnem minden konyhán lassan találunk egy magyar nyelven beszélő, itteni, közülünk való felszolgálót vagy szakácsot. Tehát van erre szakmára igény, és azt hiszem, hogy megéri tanulni, és most már a nyelveket kell talán még jobban tanítani még velük, hogy megállják még jobban a helyüket. Hány településről toborzódnak a diákok? Ha úgy összeszámolom, olyan 12-14 településről minden reggel Salgótarján buszra szállnak, és jönnek, és magam is néha csodálkozom, amikor jönnek hóban, fagyban, esőben. Roma és nem roma fiatalok járnak hozzánk, teljes békességben, egymás iránti figyelemmel vannak. Az arány, nem tudnám megmondani, az arány helyett inkább azt mondom, hogy roma kultúra oktatása is folyik, igen jó színvonalon. Most már a bekerülés kritériuma az iskola iránti érdeklődés. Tehát, hogyha a gyerek úgy érzi, és a szülője úgy érzi, hogy a Szent József szakiskolába otthonra talál a gyerek, és a szülő úgy érzi, hogy itt biztonságot és szeretetet kap, akkor jelentkezhet hozzánk. Ha valakiben van akarat, szorgalom, kitartás, eléri a célját, de ha valakit betesznek a páholyba vagy a balsomba, azt egy lustatők, annak semmi értelme. Mikor és hogyan hallottak erről az iskoláról, és hogy döntötték el, hogy ide menjen a kislány? Mivel egy pár év volt, itt lakunk egyházas Gergén, én csak a jót hallottam idáig, míg a lánya általánosba járt is. Ő is szeretett volna mindenféleképp ide járni, mivel itt szakmát is tanulhat, és nagyon sokat segített abban, hogy az osztályfőnökét már előbbiekben is ismertük. Milyen szakmát fogsz itt tanulni? Szakács. Sajnos 5. vagy 6. pótvizsgáztam, mert ott nagyon nehéz volt tanulni, mert itt ugye könnyebb volt Gergi, és 2-szer pótvizsgáztam, de jó volt. És utána 8. amikor kiballagtam, ide jöttem Gergére, Csányos Gergére. Milyen a társaság? Nagyon jó. Jó, otthonias, meg örömmel megyek le, örömmel jövök haza, jó minden. És ha szakács leszel, akkor mit tudsz, milyenek az elhelyezkedési lehetőségek? Szerintem majd elbírok elhelyezkedni valahova. Nagyon ritka az olyan gyermek, aki szakács és nem tudott elhelyezkedni. Aztán, de akkor is valahol, ha nem szakácsként, de olyasmi, hogy a Spárba vagy a Tesco-ba. Tehát mindenhol van, azt mondhatom, hogy akik tavaly végezte, körülbelül 2 gyerekük nincs, aki tudott elhelyezkedni. Vannak-e nehézségek? Mi a legnehezebb? Milyen évteremben? Hát az iskolával, a tanulással. Nincs. Pedig azt hittem, hogy lesznek, mert matematikából voltam olyan gyenge, de nem. Jó, tanulmány eredményem is. Minden. Szerintem, elnézést, hogy közben sokat számít, hogy nagyon szeret ide járni, de tényleg most hétvégén is, mikor itthon van, tehát nagyon kevés gyermek várja azt, hogy hétfő legyen, és hogy el tudjon menni iskolába. Jó érzi magát, és jó tanul, szorgalmas, sokkal szorgalmasabb itt, mint az általánosban volt, és jó érzi magát, nagyon szereti a tanárokat, sokat segítenek, nekik közvetlenek. Úgy a végeredményben ugye régóta ismerjük az osztályfőnökét, napi kapcsolatban vagyunk, hogyha valami olyan probléma van, vagy kérdés, akkor nagyon szívesen segít nekünk, és nagyon jó tanul, nem bukott, meg fél évkor se. Fél évkor is 4 volt az átlaga. És most évvégén is szerintem egy jó bizonyítvánnyal zárja a 10. osztályt. Mobiltelefonod van? Van. Egy? Igen. Számítógép? Az is van. És használod is? Igen, használom.
Mire? Hát ilyen internetezés, Facebookra, játékokra, vagy mikor az iskolában feladtak olyan feladatokat, hogy nézd az interneten, hogy mi az, vagy valami ilyen házi dolgozatokat kell csinálni, akkor az jó segítség. Vagy akinek nincs otthon, akkor Ilonka néni szól, hogy az iskolában nyugodtan ott van a laptop, vagy a számítás technikaterembe bemehetne, és akkor ott, hogy azért ne kapjanak egyest. Anyagilag mekkora terhet jelent a családnak? Hogy mondjam magának, anyagilag szinte semmilyen teher, mert ugye helyben van, bérletet nem kell kivenni, ebédet itt kap, tankönyveket ingyen kapja, tehát anyagilag minimális, azt lehet mondani, a 10 órait, amit bepakolunk neki, az van, de a többit az iskolától kapja. A kirándulásokat is, az iskola támogatja őket nagyon sokat. Ön dolgozik? Nem, szociálisan vagyok, a férjem az dolgozik. Dunaújvárosban dolgozik egyszer, most szállunk van, 2-3 hetenként jár haza. Öntödei munkás, és akkor van róla bizonyítvány, hogy szakmunkás. Mm. És akkor lement oda, egy próbaöntést kellett neki ott csinálni, és akkor megfelelt a munkája. Ennek már 2 éve, hogy Dunaújvárosban dolgozik, a vasműbe, és akkor szállunk van, mert ugye nem tud hazajárni, de hát azért tesz, hogy a családjának jobb legyen, jobban megéljünk. És elég jó a kereset ezek szerint. Hát, meg tudunk belőle élni. Igen. Meg úgy a rezsire is futja belőle, meg a gyerekeknek a legfontosabb dolgokat, igen, amit tudunk, meg tudunk nekik venni. Mi a családokhoz elmegyünk személyesen, és meg szeretnénk ismerni, hogy igen, tudjuk annak a gyereknek a helyzetét, ne csak az anyagi helyzetét, a családi helyzetét. Elvált szülő gyereki csonka család. Tehát az nem mindegy, hogy most milyen helyzetből, tehát látni kell a környezetet, nem veszünk föl papíron semmit, látni kell a nevelőnek. Csak úgy tudunk igazodni a gyerekekhez és a családokhoz, ha megismerjük odakint a kinti családi életüket, és akkor tudunk rajtuk segíteni. Tudják a gyerekek, nem élünk vissza a helyzetükkel, hogy most mi tudjuk esetleg, hogy a családban anyagi gondok vannak, volt egy kis családi probléma a szülők között, de mi ezt titokba tartjuk. Tehát olyan bizalommal fordulnak hozzánk a gyerekek, hogy azt hiszem, hogy ez nem minden iskolában van meg. Józsi, come to the board. Alert to me. Okay, what is the mistake in this word? Mechanic. M-E-C. That is a C. Helyes írás gyakoroljuk, a J-hang jelölését, vagy írását. Most már nem hozok be könyv alapú szótárt, hanem minden idegen szót, vagy amit a gyerekek nem ismernek, azt az interaktív táblán keressük meg. Már például olyan feladatot készítettem, hogy mindenkinek van egy kártyája. Ide felírtam, hogy értelmező szótár, ide, hogy szinoníma szótár, és nekik a táblán ezeket kellene megkeresni mindenkinek külön, amit neki felírtam.
tehát ilyenre használjuk irodalom órán. És hogy haladnak? Ők nagyon ügyesek, és mivel kevesen vannak, akkor mindenkinek van ideje, tehát mindenkinek van ideje megszólalni, táblához jönni, és akkor így nagyon jól haladunk, mert mindent be tudunk gyakorolni minden órán. Hogy talált rá erre az iskolára? Véletlenül. Munkanélküli voltam, mert a mi iskolánkat bezárták, ahol én tanítottam, és itt magyar szakost kerestek, és a véletlen úgy hozta, hogy az isteni sugallat, mondjuk így. És mióta van itt? Negyedik éve. Ezek szerint már gyökeret vett? Hát úgy érzem, hogy 50 kilométerről járok be minden nap. Az azt jelenti, hogy 100 kilométert teszek meg, és 5 buszt váltok, még ide érek meg haza. És ez időben? Ez 3 vagy 4 óra. Kedvenc diákjaink. A sajátos nevelésű igényű diákjaink közössége, kötelezettségeink vannak. Sajátos nevelésű igényű fiataljaink iránt. Kötelezettségünk van a normál tagozat iránt is. De ha fogalmazhatom úgy, akkor feléjük talán kétszeres, háromszoros figyelem, szeretet és empátia kell, hogy legyen. Az iskolának régi törekvése, hagyománya, hogy ahol csak tehetjük, együtt neveljük a sajátos nevelésű igényű gyerekeket a normál tagozatos gyerekekkel. A bútorasztalosok között voltak esenisek, a szakácsok között voltak esenisek, és ugyanúgy 4-esre vizsgáztak, és erre én nagyon büszke vagyok, mert én voltam az osztályfőnökük, hogy föl tudtam hozni azokat a gyerekeket, meg a nevelők. Nagyon sokat dolgoztunk velük, sokat kellett főzetni velük, de hozták azt a színvonalat, egy esenis gyerek is hozta azt a színvonalat, mint egy normál képességű. És itt rejlik a pedagógusoknak a tudás, az erő, meg a szeretet. Figyelmet kérek, imádkozni szeretnénk. Édes Jézus, tégyen védünk, kárnyoktattál lépünk, amen. Én 96-ban végeztem általános iskolában, utána kerültem a Szent József Katolikus Szakiskolába 99-ben, 3 évem kimaradt, és 2002-ben végeztem. Aztán 2 évem kimaradt, és 2004-ben pedig jött értem Ilonka néni is igazgatóval, nem dolgoznék a iskolába. És mit végzett az iskolában? Szakács. Szakács szakmám lett. És most mit dolgozik? Ugyanezt. Szakács vagyok suliban. Hány emberre főz? Hát 70-80. Én még panaszt nem hallottam a főztjére. Köszönöm, remélem. Nem is lesz. A menüt hogy alakítja ki? Saját maga, vagy pedig megbeszélés? Megbeszélem Ilonka nénivel. Meg néha kikérjük a felnőttet, vagy a gyerekek tanácsát, véleményét. És van segítsége ehhez a 70 adaghoz? Ilonka néni. Az osztásban, igen. Mióta van ott? 2004 óta, 2004. Amikor igazgató úr azóta. Együtt kerültünk oda. 9 éve már. Igen. És közben született egy. Igen, kisfiú. Kedves kisfiú. Tamás. Nagyon szereted nagyot, ugye? Nem tudom, férje van, vagy élettársa? Élettársam van. És ő mivel foglalkozik? Ő áru. Rakodó végül is. Áru fuvarozó, mondom. Maga ez az iskola, hol dolgozik, ez mit jelent magának? Hát, elsőnek megélhetést, de elsőképp reményt adott. Reményt adott arra, hogy lehet jobb is, és hogy egy szakmával mit tudok elérni. Elértem mellett munkahelyem, igaz, hogy lakáshitelből, de lett egy lakásom, mi saját, meg jó családi életet élek. És akkor mi az, ami a legnagyobb gond vagy nehézség? Gond, nehézség? Szerintem az mindig van. Olyan nincs, hogy ne legyen. De a legnagyobb? Hát most a lakáshitel. Azt nem tudom, bele kell lemondani, de szerintem már svájci frankos hitelünk van, úgyhogy most az ilyenkor kevés, mint az is, amit keresünk.
és próbáltak valami kiutat találni, több megoldást is kínáltak. Hát, annyira nagyon nem. Páromnak jó munkahelye van, meg én is elmondhatom magamról, hogy jó munkahelyem van, még ha néha nehéz is, de legalább van. Meg jó érzem én ott magam, mintha otthon lennék. Igen. És mikor jár ez a hitel? A hitelem? 20 évre vettük föl, még 4 év ment le belőle. Tehát még nagyon soka. És az alatt mennyit ment fel a törlesztő részt? Majdnem a háromszoros ára. 19 ezer forintról 70 ezer forintra ment le. Föl, elnézést föl. Ezt kell havonta? Kell havonta. Kocsiuk van egyáltalán? Nincs kocsi. Hogy jár be innen? Busszal. Köszöntöm a Nógrádi Peki, a Széchenyi, a Karancsaljai és az I.S. Gyula Speciálpedagógiai Központból, Salgótarjánból érkezett csapatokat. A nemes versengésre buzdítunk benneteket. Hát hajrá, mindnyájan. Én ugye házigazdaként mégiscsak azt mondom, hogy hajrá Gerge, a jubileumi 20 éves iskola csapata. Minden csapatnak köszönöm a részvétel, sportszerű játékot, azt gondolom, hogy tényleg egy kellemes délelőttet töltöttünk el együtt. Három kupa találja meg a gazdáját. A következő serleget Gordos Andrea, Somoskő Újfalu alpolgármester ajánlotta fel a Szent József szakiskolának, amely immár 6. éve rendezi meg ezt a kupát, tehát végül is ezt a kupát azért kapnak, mert jó színvonalon, barátsággal, szeretettel rendezünk meg ezt a tornát. Gratulálok hozzá. Köszönjük. És akkor most jönne a verseny része valamilyen szinten, ugye? Első végül is a Széchenyi Liptai Béla iskola. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, áld Szent Józsefet köszöntjük. Az Egyházas Gergely iskola névadóját, de az egyházunk védő szentjét. Aztán ünnepeljük a 20 éve. Van-e itt most közöttetek olyan, aki már 20 évvel ezelőtt is itt volt ebbe az iskolában? Hát, jó van! Vannak-e itt most szakácsok? Igen. Itt most közöttük. Igen. Tegyetek fel a kezeteket, itt van úgy szakácsnak. De látod, hogy itt vagyunk, akkor ki fog főzni? Akkor megint meg vagyunk nyugodtan. Főzni csak ott lehet, meg ebédelni ott lehet, ahol van asztal. Asztalosok vannak közöttetek? Igen. Na tegyétek fel a kezeteket. Na jó, akkor már megint meg vagyunk nyugodtan. És miből fogtok ebédet főzni? Ki adja a tehetséget ahhoz, hogy a földet meg tudjuk műveni? Ki adja a lehetőséget ahhoz,
hogy a föld megteremje a gyümölcsét. A mai olvasmány is erről szól, hogy az Úristen ránk bízta ezt a földet. És tőlünk várja azt, hogy megműveljük. Ezen a mai ünnepen, Szent Józsefnek az ünnepén ezt akarjuk mi hívő emberek újra megérteni, fölfogni, hogy az Úristen bízik bennünk. Munkatársává választ bennünket. És ezért köszönjük meg a Jóistennek ezt a 20 évet, hogy lehetőségünk volt arra, hogy keresztény szellemiséggel, az Úristen felé érzett felelősséggel és állával végezzétek ezt a munkánkat. Egyházi fenntartásba. Abban a csapdában mindig beleestünk az egyházi fenntartási iskolák esetében, hogy az elitképzésre került a hangsúly. A jó tanuló diákokkal foglalkoztunk inkább, hiszen hát legtöbb esetben mindig túljelentkezésről volt szó. De egyre jobban látom, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a felkarolása az egyháznak elsődrendű kötelessége és feladata. A cigányságnak a problémáját nem tudjuk megkerülni. Nagyon sokszor szoktam ezt mondani, hogy egyik cigány gyerek sem maga jelentkezett, hogy ő ott akar születni a cigány családba. Ő is adottságként hozza ezt magával, mint ahogy bármelyikünk is a saját családi hátterét, neveltetését, művelődési lehetőségeit. Tehát én meggyőződéssel püspökként, keresztény emberként mondom, hogy az Úristen ezt számon kéri tőlünk, hogy aki többet kapott, az adjon nagyon többet is a szolgálatában, a nevelés feladatában azoknak, akik kevesebbet kaptak. Tehát ez az iskola egy gyönyörű példája annak, hogy itt elkötelezett nagyszerű pedagógusok jókedvűen, kedvesen, játékosan fogják meg ezeknek a hátrányos helyzetű fiataloknak a kezét, és segítik őket ahhoz az élményhöz, ahogy látom a mosolygó arcukat, akár verset szavalnak, akár pedig a konyhába dolgoznak, vagy a kertbe, vagy éppen az asztalos műhelybe, hogy megszeretik azt a feladatot, azt a munkát, amit végeztek. Ez egy óriási pedagógiai eredmény. És mekkora szerepe van ebben a munkában a hitnek? Haza beszélek, amikor azt mondom, hogy ezt a pedagógiai feladatot csak hittel lehet csinálni. Ezt nem lehet megfizetni. Ezt nem lehet érdekből csinálni. Ehhez tényleg egy olyan elköteleződés kell, és annak a hitbeli meggyőződésnek a hátterével, hogy ezt az Úristen elvárja tőlünk. És őt ezt alkalmassá, hogy ezt a feladatot elvégezni tudjuk. Szent József a buzgó kebel, nagy örömnapot ünnepel, áldván Istent ki tégedet, oly fényesen kitüntetett. Szentséged nagy jutalma lett, hogy a mennyei szeretet Isten anyjának jegyesül. Az ágy, az Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, és mégsem vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anya szeme is a te szemeid. Istenem, a te szemeid azok? Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, oly idegenek. Ez az ács műhely, ezek a forgalmazók. Mit tehettem érte? Mit tehetnék? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Zsida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz, virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal dolgozni, nem restem. Áldott teste, lelke, csak érettem fáradt. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Volt osztálytársam, általános iskolás társam idejárt, és akkor ő mondta, hogy beszéljek igazgató úrral, mert ő nagyon jól érzi itt magát. És akkor eljöttem, igazgató úrral beszéltem, meg a igazgató helyettessel, és már aznap itt kezdtem. És most hogy? És most végzős vagyok. Ez 2 éve volt. Milyen szó? Élelmiszer és vegyivári adó, bolti adó. Hol volt ehhez a szakmai gyakorlat? Salgótarjánban is pár. A továbbtanulás még benne szerepel a terveink között. Szeretnék mindenféleképpen egy boltvezetőjét is lerakni, vagy esetleg még más pályán is kipróbálnám magam szívesen. Például az újságírás is érdekelt annak idején. Lehet, hogy még abból belevágnék. Egyéb tervek? Család? Mikor? Hány gyerek? És így tovább? Nem, még nincs. Spontán, ahogy ma jön. Rád esett a választásom. Szívesen emlékszem vissza arra a napra, amikor melletted döntöttem, amikor 8. osztályban fél évkor odajött hozzám osztályfőnököm, és feltette az akkor legfontosabb kérdést. Norbi, hova szeretnél jelentkezni, tovább tanulni? Én pedig hosszas gondolkodás után úgy határoztam, hogy a Szent József katolikus szakiskolába és speciális szakiskolába adom jelentkezési lapomat. Rövidesen válaszoltál nekem, hogy a tediákod leszek szeptember 1-től. Beléptem a kapudon, és elsőre kicsit kócsa volt, de lassacskán megszoktam, és a 9. osztály után te is rájöttél, én is rájöttem, hogy értékesek vagyunk egymásnak. Most pedig engedd meg nekem, hogy a 20. születésnapodon szeretettel köszöntsenek téged ezen csodálatos alkalomból, és kívánok még sok-sok sikert neked diákjaid nevelésében, hitben, szeretetben és békében. Az Úr áldjon meg téged mindenért, amit diákjaidért tettél és teszel. Te írtad ezt a szép köszöntőt az iskoláról. Van egy gonosz kollégám, amelyik azt mondta, hogy ez lehet, hogy nem is te írtad. Pedig ez így van, hogy én írtam. Csak úgy jött spontán? Igen. Beleöntöttem a, úgymond a minden gondolatomat az iskolával kapcsolatban, így, ami van. Tehát a jót is és a rosszat félre tudtam tenni, és akkor csak a jó. Mi az, amit félre kellett tenni? Nem olyan nagy dolgok ezek, de vannak, amiben nem értünk egyet a tanárokkal, van, amiben egyet értünk, tehát általános dolgok. Ez minden iskolában megvan, hogy na csak azért sem. Tehát, és hogy... mi csak azért is csináljuk. Igen. Van itt valamilyen szinten diák önkormányzat? Igen, van. Valamelyik őtök ott vezetőség? Nem. Brigitta, tanárnő a vezető. De szerepelünk benne. Igen. És ott milyen ügyek szoktak előjönni? Hát így, hogy a farsang, vagy valami. Mindig az aktuális, mindig van egy aktuális ilyen, téma. Tehát ilyen szóval közösségi munka szerűségek jönnek elő általában. És te mi leszel ott majd először? Elvileg, hogyha ezt, sikerül ezt a iskolát elvégezni, szakács. Ide valósul vagy? Igen, Karancskeszi. 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 Szintén.
te általános végeztél, gondolom. Igen. Most itt. Milyen eredménnyel? Hát, 3-as. Uh-huh. Közé. És ki döntötte el, hogy így legyen? A szüleim szerették volna, hogy bejöjjek. De én is egyébként. Tetszik ez a suli, mert nővérem is ide jár, szakács. És ő mondta, hogy milyen a suli, hogy nagyon jó a közösség, meg hitvallás, anyuik nagyon hit, hát hisznek. Vallásos. Igen, vallásosak. Elfelejtett a szót, igen. Igen. És te is szakács leszel? Nem, eladó. Szeretnék szintén lenni. Eladó. Igen. És utána egy érettségi. Ti hogy álltok a vallás dolgával? Mennyire vagytok gyakorló hívők vagy? Számomra már gyerekkorom óta. Uh-huh. Kicsi korom óta, szóval amikor kicsi voltam és anya altatott, szóval én nekem már akkor imákat mondott, én akkor tanultam, én kicsi korom óta templomba járó vagyok. Igen. És az egész család. Igen, a mamám tanított imádkozni, tanított és beszélt Jézuska életéről. Igen, és ez bennem maradt. És jártok templomba? Szoktunk. Igen. Hát ugye édesanyám kezdte el ezt a dolgot, úgymond belénk súlykolni, mert ugye, hogy ő falun nőtt fel, ugye. De sokszor én úgy gondolom, hogy nem nagyon szeretünk róla beszélni, mert fura bogárnak tartsák azt, aki hisz. Tehát, mintha... Mint hogyha ez valami hülyeség lenne, vagy nem tudom, olyan... Olyan eszméletlen. Pedig ezt szerintem ez egy nagyon jó dolog, ha valaki hisz. A másik ilyen úgynevezett kényes kérdés, ez a cigányság ügy. Ti... Mind a hárman azok vagyunk szerintem. Igen. Ti magatok bőrén tapasztaltok-e valamifajta feszültséget, ilyesmit az ügyben? Mert hát itt hát a társadalomban itt... igen. A társadalomban igen. Itt abszolút, de nem. Ez egy kellemes csalódás, hogy itt. Egyszerűen nem kellett elejtenem azt, hogy cigány származású vagyok. Sőt, büszke lehetek rá. Uh-huh. És bent a Spárban, kint az életben? Ott már nem minden esetben vállalhattam fel. Tehát vannak olyan esetek, amikor szó szerint letagadnám, hogy cigány vagyok, mert van a cigányságnak egy olyan része, akiről megítélik a cigányokat, mert hogy ha már egyik elkezd lopni, akkor már általánosítanak nagy számba, hogy akkor a többi is olyan, de ezt nem tudom mire vélik, hogy na, általánosítanak, mert hogy amíg nem ismerik meg őket, nem élnek közöttük, akkor addig ne ítéljenek. Ne ítéljenek, tehát nagyon előítéletesek az emberek, és nem tudom igen, miért. Sajnos ez a mindennapi életben én is ezt tapasztalom. Hogy, mert én is ismerek nem egyet, mert nem kettőt, hogy van ilyen is, olyan is, hogy van, aki állandóan börtönben van, meg minden, de van olyan, aki tisztességben, becsületben, a szegények is, de a családot ellássák, minden is. És ti úgy érzitek, hogy ti ilyen becsületes igen. Családból jöttek? Igen, abszolút. Meg nagyon, tehát, hogy, és ahogy, milyen a anyagi helyzete a családotoknak? Hát én nem azt mondom, hogy szegény, hanem ilyen középszerű. Átlagos. Tévé van. Persze. Számítógép van. Az is. Ti ezt otthon használjátok is. Igen. Nem csak ide ment. Évről évre, fél évre a statisztikánk egy érzékeny pontja, hogy hány gyerektől váltunk meg, vagy mennyi az igazolt vagy igazolatlan hiányzások száma. Úgy érzem, hogy csökkenés van, de ez a probléma, ez szívós, és nagyon-nagyon makrancosan itt van az életünkben, oktató munkánkban. Azok a gyerekek, akik eljutnak a szakmunkás vizsgáig, az a közepes és négyes eredménnyel végeznek. Az ember örömmel citálna vizsgaelnök véleményt is, akik úgy mennek el, hogy boldogan fogalmazzák meg, hogy az itt tapasztaltak jó értelemben meglepték őket. Mekkora személyzet biztosítja ezt?
Hát bizony, egy olyan 8-10 főállású tanári karunk van, óraadó tanáraink is vannak, keresztény pedagógus etikai kódexét felvállalják, elvállalják, és azt szerint próbálunk dolgozni. A fenntartó biztosítja az iskola anyagi működését, az anyagi javakat, azon kívül nagyban támogatja azokat a pályázatokat, amelyeket már eddig is megnyertünk, és arról biztosítottak bennünket, hogy továbbra is számítanak a Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola hát missziós tevékenységére, nagyra értékelik. Itt a Dobroda partján úgy érezzük, hogy itt a frontvonalban vagyunk. Ez egy fegyelmet kíván tőlünk, gyerek iránti szeretetet, és valószínű, hogy a Krisztus iránti szeretetet és a gondviselő iránti bizalmat is kívánja tőlünk. Az egyházi iskolák jelenét és jövőjét három fontos pillére építi. A keresztény hit, a törvényesség és a szakmaiság. Egyik sincs meg a másik nélkül. Ezúttal eljutottunk a Csimboraszon magasságából a Dobroda partján lévő cigányiskoláig. Ilyen változatos a világunk. Várjuk Önöket a következő filmes klubunkban is.